Köszöntöm Önöket, ismételtem. Nagyon közeleg már az év vége, ha más nem, ezt az is mutatja, hogy a parlamentnek is megvolt az utolsó ülése, és a legutolsó ülésnapon elfogadták a gyermekvédelmi törvénynek a módosítását, amiről akár azt is gondolhatnánk az elmúlt hónapok, évek tragikus esetei után, hogy mennyire jó, hogy módosították ezt a törvényt. A szakmai szervezetek viszont nem így gondolják, erről beszélgetünk a következő percekben. Boros Irona, a TASZ jogásszel vendégem, jó reggelt, üdvözlöm. Jó reggelt kívánok. Mi az, amiért Önök, meg még nagyon sok szervezet kifogásolja ezt a módosítást? Hát a törvényjavaslatnak az volt a célja, hogy a gyermekvédelmi rendszert megerősítse, az ön által is említett tragikus esetekre reagált ez a törvényjavaslat azzal, hogy ezzel lehet megelőzni a gyerekek veszélyeztetését. Ehhez képest a bekerülő új szabály az úgy fogalmaz, hogy az együtt nem működő szülők, ha akár a házi orvossal, védőnővel, tanárral nem működnek együtt, akkor nem elég együttműködőek, tehát súlyosan veszélyeztetik a gyermeküket. Mennyire határozzák meg pontosan, hogy mit jelent az, hogy nem együttműködött? Pontosan ez a fő probléma, az, hogy nincs meghatározva, hogy mit hívunk együttműködésnek. Tehát addig, ameddig azt bárki kitöltheti tartalommal, hogy az együttműködés az akár egy kihagyott szülői értekezlet, vagy ha egy várandós nem vesz kellő terhes gondozási vitamint magához, egészen odáig, hogy nem engedi be a védőnőt a házba, és éhezteti a gyermekét. Ha ezt az egészet mind együttműködésnek nevezhetjük, akkor ezt nem tudjuk pontosan értelmezni ezt a szót. De ugye másik oldalról, ha megnézem, ezek a nagy felháborodást kiváltó ügyek, amikor gyermek ilyen hal, amikor hosszú éveken keresztül gyerekeket szexuálisan bántalmaznak, a saját szülei megkínoznak. Ugye hiába elméletek van egy jelzőrendszer, nem működött. Tehát a rendszerbe belefért az is, hogy mondjuk, hogyha a védőnő valakivel nem tudta tartani a kapcsolatot, akkor ennek nem volt következménye. Tehát másik oldalról, ha megnézem valamit, mégiscsak meg kell próbálni tenni. Mi lenne a jó út, ha nem ez? Mert egyébként nekem például nincsen ötletem rá. Ez egy erős csúsztatás volt, én azt gondolom, a parlamenti vitán is ez elhangzott, hogy ez fogja megoldani ezeket a helyzeteket, amikor nem tudott együttműködést létrehozni mondjuk a védőnő a szülőkkel. De ezzel szemben az a helyzet, hogy a jogszabály az lehetőséget nyújtott eddig is, sőt, feladatává tette a jelzőrendszeri tagoknak, hogyha nem tapasztalnak együttműködést a szülő oldaláról, akkor ezt jelezzék a családgondozó irányába, és ha a családgondozó maga is úgy ítéli meg, hogy veszélyeztetés van a háttérben, akkor ő kezdeményezhetett olyan hatósági eljárást, aminek az lett a vége, hogy a védelembevételi határozatban a szülőnek megmondták, hogy együtt kell működni, és ha adott esetben mondjuk nem működött együtt ezután sem, akkor ennél is súlyosabb intézkedéseket lehetett hozni, akár kiemelni a családjából. Tehát nem volt betartva ez a jogszabály, vagy jelenleg is nincs eléggé betartva, ez a fő probléma. Tehát akkor magyarul a törvények eddig is kötelezték volna mondjuk a védőnőt, hogy jelezze azt, hogy probléma van, nem tudja felvenni a kapcsolatot, és induljon el az a folyamat, aminek akár mondjuk szélsőséges esetben, ha tényleg indokolt a gyermek kiemelése a családból, ez is lehet a vége. Tehát törvényi lehetőség eddig is volt rá, csak a gyakorlatban nem működött. Pontosan ez a helyzet. Tehát, hogyha például megnézzük azt a Gyöngyösi esetet, ami valószínűleg a legnagyobb port kavarta, és amire ez reakció volt ez a javaslat, azt látjuk, hogy 2010-től kezdve, amikor kiemelték a kislánynak az idősebb testvérét, 2010-től 2016-ig, tehát 6 éven keresztül folyamatosan jelzéssel élt a védőnő, hogy nem működnek vele együtt, hogy valami gond van a háttérben, és igazából hatékony lépés nem történt. 4-szer indult védelembevételi eljárás, és 1-szer sem lett védelembevétel a vége. Tehát, hogy 6 éven keresztül nem reagált a rendszer arra, amire reagálnia kellett volna, jogszabályi kötelessége lett volna. Jó, tehát akkor a gyakorlat nem működik. Most törvényt módosítottunk, ettől változik-e majd a gyakorlat? Hát én azt gondolom, hogy ettől nem változik a gyakorlat, vagy nem a jó irányba változik a gyakorlat, mert a valós problémát nem oldja meg. A valós problémát azt tudná megoldani, amit mi a szeptemberi hiányzó emlékek kampányban is felsoroltuk, azokat a legfontosabb pontokat, amiket nagyon gyorsan meg kéne változtatni, például az, hogy megelőzni kell ezeket a veszélyeztető helyzeteket. Tehát ameddig több százezer gyerek él olyan iszonyatosan rossz körülmények között, amelyben a veszélyeztető helyzet az a mindennapi valóság, addig nem lehet valóban kikerülni ezeket a helyzeteket. Ezt meg kell előzni. A jelzőrendszeri együttműködést kell megerősíteni. Képezni kell a szakembereket, hogy felismerjék időben a problémát. Tehát ez jelentene valós megoldást.
Ezzel szemben az, hogy most az együttműködésre akarják kötelezni a szülőket, azt gondoljuk, hogy ez túlkapásra ad majd lehetőséget, fenyegetni lehet azzal a szülőket, hogyha nem ért együtt a pedagógussal, a védőnővel, bármilyen apró félreértés miatt akár nem értenek egyet, akkor az már az együttműködés megtagadásának tud minősülni, és innentől kezdve hatósági eljárás indulhat szülők ellen. Viszont a törvény ellenére azért mégiscsak az számít, most másik oldalról is igaz, hogy az számít, hogy mi történik a gyakorlatban, hogyha kellően felkészült, jó belátással bíró védőnök, családgondozók vannak, azt azért talán nem feltételezzük, hogy alaptalanul ők direkt kezdeményeznék mondjuk, hogy a gyereket emeljék ki a családból, tehát hogy ilyen túlkapásokra a gyakorlatban mennyire reális, hogy lehet számítani? Hát sajnos azt kell mondanom, hogy a mi saját gyakorlatunkból azt látjuk, mi most már 2 éve vagyunk terepen jelen, Borsod megye különböző helyszínein, és azt látjuk, hogy nagyon jellemző az, hogy vissza tudnak ezzel élni a helyi szakemberek. Tehát ez igazából tényleg a szakembernek a felkészültségétől, jó indulatától, nagyon sok mindentől függ, az, hogy visszaéle vagy nem. Az az alapvető véleményünk, hogy nem szabad hagyni, hogy lehetőség legyen visszaélni. Tehát azt gondolom, hogy a legtöbb jó szakember, aki eddig is jól végezte a munkáját, ezután is jól fogja, nem fog emiatt visszaélni a törvény adta lehetőséggel, de az nagyon szomorú és nagyon rossz irány, hogyha lehetőséget adunk azoknak a szakembereknek, akik eddig is a határán voltak annak, hogy visszaéljenek a törvény adta lehetőséggel, ha nagyobb, szélesebb lehetőséget adunk, nagyobb kezet adunk ezeknek. Általában mi a tapasztalat, Borsod megyét említette, milyen állásponton van a szakembereknek a nagy része, ha nagyon leegyszerűsítünk egy kérdést, mondjuk ha azt látják, hogy a gyereket bántalmaznak, persze akkor egyértelmű, hogy ott valamit csinálni kell, és kezdeményezni kell azt, hogy történjen valami. De mondjuk, ha csak arról van szó, hogy egy család nagyon-nagyon szegény sorban él, és éppen, hogy tudnak mondjuk enni adni a gyereknek. Tudnak még, de csak éppen, hogy tehát rettenetes szegénység van. Mit képviselnek a szakemberek, hogy inkább emeljük ki a családból a gyereket, mert jobb lesz neki máshol, vagy ha egyébként a szülők próbálnak tenni a gyerekért, és rendesen nevelik, akkor maradjon a családban. Tehát mi a gyakorlat általában? Hát mi már szeptemberben is erre próbáltuk felhívni a figyelmet egy országos kampány során, hogy van ez a gyakorlat, amit ön is említett, hogy a szegénység miatt kerül neki a családjukból a gyerekek többsége. Minden más kutatás is azt mutatja, nem csak Borsod megyei, hanem a legutóbbi Nógrád megyei kutatás is azt mutatja, hogy a gyerekek kiemelése mögött nagyon nagy vonalakban a szegénység vagy abból következő más negatív következmények vannak. Azt gondolom, hogy egy jó szakember ezt megpróbálja megakadályozni, de hát azért végesek a lehetőségei, tehát hogy nyilván ezek valóban nagyon veszélyeztető helyzetek, és ezt nem szabad hagyni. És pont emiatt is nagyon fontos az, amit a parlamenti vitában az államtitkár úr említett, hogy az együttműködés megtagadása mögött olyan dolgokra kell gondolni, hogy a gyermek gondozását hogyan nem látja el a szülő, például a ruházata mennyire elhanyagolt. Én azt gondolom, hogy ha olyan irányba megyünk, hogy már megint a ruházat elhanyagoltságáról beszélünk, a valós együttműködés, a valós veszélyeztető helyzetek helyett, akkor az megint ugyanebbe az irányba tolja el a gyermekvédelmet, hogy már megint a szegény, egyébként is kiszolgáltatott szülők megzállására lesz ez alkalmas. De hogyha már mondjuk a ruházatot említette, tehát itt valóban összemosódik mindenfajta kérdés, hogy az nem együttműködés, ha nem figyelek eléggé arra, hogy milyen ruhába jár a gyerekem. Ez az egyik oldal, hogy ez nonsens, hogy mitől ne lenne együttműködés. Másik oldalról meg, ha télen még mindig papucsban jár a gyerek, és minden második héten beteg, és nem jár emiatt iskolába, az meg ugye megint egy másik helyzet. Igen, mi ezért próbáltuk szeptemberben is, meg most ezzel az állásfoglalással is felhívni ugyanarra a figyelmet, hogy ezeknek a családoknak a lehetőségeit kell megerősíteni állami szinten. Tehát nem szabad hagyni, hogy több százezer gyerek éljen olyan körülmények közt, amelyben a szülő nem tud ennél többet adni. Ugyanez igaz nem csak a családok oldalán, hanem a szakemberek oldalán is. Tehát kivel működjenek együtt a családok, hogyha 400 védőnő hiányzik a rendszerből, és több száz házi orvos hiányzik a rendszerből. Kivel működjön együtt a szülő, hogyha nincs kihez oda menni, nincs kivel odafordulnia, akivel együtt tudna működni. Azt gondolom, hogyha minden házi orvosi vagy védőnői szolgálatért mondjuk több kilométert kell utazni egy-egy szülőnek, és ezt nem tudja megtenni hetente kétszer, mondjuk terhes gondozás címén, az a mi gyakorlatunkban azt látjuk, hogy ez általában az együttműködés megtagadásának szokott minősülni. Azt gondolom, hogy ameddig nincsen kellő ember a rendszerben, nincsenek megbecsülve, nem a prevencióra fordítjuk az energiákat, hanem a szülők büntetésére vagy fenyegetésére, az nem a helyes irány.
Köszönöm, hogy itt volt, mert reggel is beszélhetünk erről a fontos témáról. Köszönöm. Én is köszönöm.